Na sziasztok srácok, én is vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb sorozatban, amelynek a címe Breaking. Ez a sorozat igazából arra hivatott, ez kb. 2-3-4 perces videó sorozatból fog majd állni, aminek gyakorlatilag a tartalma az lesz, hogy érdekes, illetve megbotránkoztató cikkeket fogunk nézni együtt, el fogom olvasni nektek, illetve megpróbálok egy pár szóban beszélni róla, és szeretném, hogyha ez oda-vissza tudna működni, tehát mindenféleképpen a kommentbe írjátok le a véleményeiteket, kultúrátan hozzáteszem, kultúrátan mert kíváncsi lennék ezekre, hogy ti mit gondoltok ezekről a cikkekről, illetve ezekről az esetekről. Igyekszem olyan történeteket és olyan dolgokat feldolgozni, ami, ami mondjuk egy kicsit azért polgárpukasztó is, viszont van benne egy kis, talán egy kis irónia, egy kis vicc, de azért ezek véresen komoly dolgok ám. Srácok, a mai sorozatunk témája a füzesabonyi Botrány, nem tudom, hogy hallottátok-e. Felolvasom el először a cikket, és akkor utána beszélünk, jó? Breaking. Botrány füzesabonyban Valaki beleszart a Betlehemi játszolba. Na jó, nem, végül is először, jó? Füzesabonyban valaki WC-nek használta a betleemi jászó bőcsőjét, a póját pedig WC-papírnak. A polgármester nyomra vezetői díjat ajánlott fel annak, aki az elkövető nyomára vezet. Videó, vagy videóban? Valóban meggyalázta valaki a város betlehemi jászolát, erősítette meg a Heol információját nagy Csaba polgármester. Köszönjük polgármesterül. A szígyen dolgot, hogy WC-nek használta a ma még ismeretlen ember a bölcsőt, majd a pójával helyettesítette WC papírt, vasárnap reggel észlelték. A tettes pénteken vagy szombaton éjszaka besteleníthetette meg az advent ünnepi díszét. Na most... Na most... Most ez komoly. Na most tényleg. Tehát, tehát ebbe azért... Tehát gondolj bele. Tehát má, már a cím. Botrány füzesabonyban. Valaki beleszarta a vetlehemi jászolba. De hogy lehet valaki ekkora ökör? Istenem, könyörgöm. Segítsen! hogy kiszabadítsa ezt a témat! Most képzeld el, mész füzesabonyban, sétálgatsz, tök jó táj, minden, szép, nagyon jó, haverokkal, mert több mint valószínűleg haverokkal mehetett a srác egyébként, vagy lehet, hogy lány volt, azt nem állapították meg egyébként. E, volna egy nyomozó oda tenni. Na no, mindegy, tehát is sétálgatsz, és aztán egyszer csak meglátod a betlehemi jászólat. Ránézel, Meretten. Egyébként itt van a hátam mögött a füzes abonyi jászol. Szóval ránézel meretten arra a jászolra, szemezel vele egy darabig, aztán elgondolkodsz rajta, hogy milyen jó lenne bele De tényleg, tehát hogy honnan jön ez az ötlet, cimbi? honnan jön ez a hatalmas ötlet? De, 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 másrésztről meg, meg van ennek egy ilyen kis kicsi, ilyen kis üzenete, nem? Tehát így nem akarom ebben nagyon belevonni így a politikát, de, de, na. Ez volt a mai nap botrány füzesavonyban. Remélem, hogy tetszett nektek te ez a kis szösszenet, ez a kis videó. Ha nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot a és Facebookra, és találkozunk legközelebb is a Breakingben. Addig is jók lejjetek, sziasztok!